Azt ígértem nektek, srácok, hogy visszatérünk a Zeldához. Csapatjuk a Tears of the Kingdomot tovább. Mert hát ez egy nagyszerű játék. Ez egy nagyszerű játék a legutóbbi nagyjából 3 óra alapján. Ez számomra már eldőlt. És bőven esélyes az év játék a címre. Nagyon tetszik, hogy megvan az első két képességünk. Az Ultra Hand után megkaptuk a Fuse-t is. És elképesztő számomra, hogy az Ultra Hand-del micsoda szerkentyűket tudunk összepattintani. Hajót például. Vagy egyéb szállító, kampóval szállító eszközeket. Nagyon tetszik, és hát pont a legutóbbi stream végén kaptuk meg. A Fuse-t. És hát ezt meg azzal mutatták meg, azzal lett bemutatva, hogy egy ilyen nagy sziklát tudtam a botom végére tenni. Ezzel, hogyha látok a falon ilyen repedést, akkor ha megcsapom, akkor az a kavics az úgy szétesik. Úgyhogy nagyon durva. Nagyon durva, és ez még mindig csak a tutoriál terület. Kegyetlen. Nagyon, nagyon durva. Le vagyok döbbenve, hogy tudták hova fokozni a Breath of the Wild-ot. Mindezt mondom úgy, hogy még csak a tutoriál területen vagyunk tényleg. Tehát, hogy még a játékból nem sokat láttam. Alig várta, hogy hazaérek a melóból, mert pedig is. Na, nyomját sokkoló! Hashtag szponzorálta a Nintendo. Nem, de tényleg amúgy tök jó. Hát, hogy mindettől függetlenül, hogy most a Nintendo támogatja a csatornát, vagy sem. Ezeknek a Nintendo játékoknak olyan különleges hangulata van. Na, egy órában, amit láttam, egy Alak Akbar Suicide repülő volt, azzal ölt le egy népesebb csapatot. Én próbáltam ezeket a dolgokat így kerülni. Azt néztem, hogy 7 óra lett, és ők itt fölkeltek. Szóval azt mondja, hogy ezt a raftot meg kéne javítani. Még több materiál van a vízhez közel, amit használhatnék, azt mondja. Jó. Tehát nekik ezek kellenek. És akkor még hozzunk. Jó, az is lehet amúgy. Ja, semmi nem, mert hát attól még nyugodtan meséletek ilyen érdekességeket. Szia, Bredne, egész nap zeldázol? Hát a menetrendben az van, hogy a Zelda és a Lego 2K Drive az így nagyban befolyásolja az e-heti menetrendet, és mivel sajnos még 2K Drive-ozni nem tudok, ezért zeldázunk, igen. Jó. Most nem tudom, akkor ezeket hozzam ide. Látszik a nagy sohajtása, sajnos zeldázni kell résznél.
Amúgy mindkettő game szerintem nagyon frankó, mindkettő nyilván más szempontban. Szóval azt mondják, hogy ami előttük van három, azt ne használjam? Vajon vissza tudom venni? Hát nekem akkor mindegy. Ezt nem tudom, mit csinálod. De mindjárt kiderítjük. Illetve mielőtt átmennénk, én mondtam nektek, hogy ezt itt még meg kell nézzük. Persze, ha fel tudunk menni. Lehet amúgy, hogy négyből is meg lehet oldani. Simán lehet. Mármint, hogy háromból is meg lehet oldani. De ha van rá lehetőség, akkor miért ne éljek vele? Micsoda! Learn to play. Okay. Csak kellett neki beszólni, látjátok? Mindjárt inasba rak minket. Mm-hmm.
Hát jó. Akkor menjünk. One shot, one kill. Muszáj felseket osztani, mert... Mert ezek nem teket óriáznak. Amúgy hármat össze kellett volna kapcsolni. Az lett volna a legputibb. Még ezt a platformot is egy kicsit lejjebb rakjuk. Úgy érzem magam biztonságban. Valahogy nem érzem azt, hogy ez most ezért az én bőrért, ez most megértem. De legalább azt tudom mondani, hogy én ezt megcsináltam. Azt legalább tudom mondani. Ja, az mondjuk igaz, hogy ezeket az anyagokat még nem tudjuk, hogy mennyit érnek. Egy csomót találtam belőle most, és hát jó párat elhasználtam feleslegesen. Amire azt gondoltam, hogy olyat fogunk tudni csinálni, hogy így ellököm magam. Nyilván nem tudom mozgatni, de azt miért nem tudom? Mindjárt megigazítjuk, srácok. Ezt meg amúgy ehhez lehetne hozzárakni.
Valahogy így. Jaj, srácok, túl gondolom itt, mi? Mindig szeretem túl gondolni a dolgokat. Most azért jó, hogy ide feljöttem, mert azokat el se fogom tudni érni. Hát, hogy nem jó irányba vannak. Eléggé. Jó, hát... A simán lehet, hogy tudunk ilyet is csinálni. Persze. Pont azon gondolkod, hogy az elején mindenki túl gondolja, meg jól is nézzen ki, amit csinál, a vége felé meg csak összedobál valamit, aztán megáll, meg akkor jó van úgy. Hát, én túl gondoltam itt a dolgot. Mi ez a budi ajtó? Hát figyelj, ez egy... Nem akarok, hogy micsoda. Az a helyzet, jobb, ha nem tudod, hogy ez micsoda. Addig jó. Relegélás, szevasztok srácok. Srácok, tudjátok mit látok ott? Vissza kell ide jönnöm, ez tuti kimaradt. És tudod miért maradt ki? Azért, mert megláttad, hogy miket lehet craftolni, Connor, mármint, hogy mit lehet összerakni az Ultra Handel, és el is feledkeztél arról, hogy na basszus, ezt itt még meg lehet mászni. Nem gondoltam eléggé túl. Hoppá! Aha, az a gyanús, az a gyanús. Mondjuk? Ott is van valami, és ott is van. Ultra Hand, még ezek a spoileres információk, az Ultra Hand az a... ez. Ez. Rip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 
Későbbileg, hogy könnyebben... Ja, lehet, 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 srácok. Jaj, de hát mit csinálsz? Mit csinálsz?
Olyan nehezen dobta föl az, hogy climb down, szóval hagytam. Szerintetek engedik, hogy ellopjam? Hello? Kösz. Jó van. Hello. Nézd meg, és alig voltam fönt, és már is szétszették. Vandálok. Vandálokkal van dolgunk, srácok. Hihetetlen. Hát, igazából... Szerintem így nem lesz jó. Hát... Várjál. És a nálam levő kór az így most elkezdett töltődni. Srácok, ez a halálos iramba filmre készül. Jó lesz, jó lesz. Csak rá tudjuk tenni. Nem tudjuk rátenni, akkor... Ez nem jó, ez nem jó. Ez nem jó. Hát olyan nincs, hogy nem tudjuk rátenni. Na. Sőt, nem. Mert ez már így is elég vastag. Már amúgy ez sem tetszik a szép érzékemnek, de ám legyen. Jaj, hát ez nagyon csálé. Menjél! Na, hogy kell csinálni? Na. Let's go! Az ilyen túlzásokból születnek a legnagyobb balesetek, amik általában halállal végződnek. Ilyenre sose volt példa, és sose lesz. Lord Fairy. Azt mondja, hogy nagyon késő van ahhoz, hogy arra menjünk. Mondjad, mondjad az irányelveket. Kell tűz, hogy forron tartsam magam, és hogy kaját tudjunk csinálni. A flintet tudja javasolni a tűz csiholáshoz. Tegyük a szikrát egy pár fa mellé, csapjunk rá valami fémessel, vagy kövessel, és már kész is van a tűz. Ugye ezt ki kell próbáljam. Szeretnél hallani a főzés? Biztos, hogy nem. Szia! Most amúgy az mitől indult el magától? Tehát fémessel kell rácsapni. Azt szerintem elég fémes. De jó! Az azóta megy? Igen. Nem, újraindult. De van kapcsolja és közel mentél hozzá.
Az nem jó. Az annyira nem jó. Ja, amúgy kéne csinálnunk haját. Szerintem olyat kéne csinálni. Ez ugye így 2 AP-t fog tartani. A basszus nem azt. Nem! Mindegy. Nagyon nehéz megszokni azt. Ennyi platformnál, hogy a Nintendo-nál az A a B, és a B a, az A, illetve az Y és az X is el van cserélve. Az jó kaja lesz. Nektek is ez van, ja? Hát, igen. Nem tudom, hogy ez miért alakulhatott ki, hogy a Nintendo-nál ezek a gombok ennyire máshogy vannak. Szia, Neutron! Milyen eddig? Zseniális. Ó, tényleg, makkot még nem sütöttünk, főztünk. Perfect snack, azt mondja. Hogy tartja ott a két makkot. Nagyon zsírgém, Neutron. Nagyon élem. Úgy kéne nyomni kaját. Ez egy kicsit pazarlás, de nem baj. Na, erre a Firefruitra kíváncsi leszek. Hot Weather Attack. Mi a manó? Jó, ebből is kell 2. Nagyon elkényelmesedtem, mert arra vágyom, srácok, hogy tudjak olyat csinálni, hogy ha már megvan a recept, akkor csak azt mondom, hogy csináld, kész, és már megyünk is tovább. Ilyen rásrumot amúgy szerintem még nem csináltam. Pedig csináltunk, mert ez adta a speed up-ot. Hát van olyan, ami már mint a receptet. Ja persze, csak hát egyesével. Tehát annyi könnyítés van, hogy nem kell újra a kezembe rakni. De hát ez nyilván akkor jó, hogyha nem jut eszedbe, vagy könnyebben akarod összerakni az általad kedvelt dolgokat. Na, ez például amúgy itt most pazarlás. 1-2, tehát 2-t kell. Hát.
Na, ez egy nagyon szerencsés, ez egy nagyon szerencsés sütés-főzés volt, mert ez most egy high level cucc lett. Igen, nincsen, hogy én most akkor ilyet akarok, kettőt, azt let's go. Csináld meg az összeset, hogy használd el. Igen, most kritelt a cooking. Na, mert amúgy ilyennek kellett volna lennie. A kajának. Azt kell, hogy megcsináld az ötöt, kézbe veszed a matit, majd leveszel belőle a kettőt. Maxos receptből tudsz visszavenni. Jaj, értem. Jaj, biztos, hogy nem. Például lehetne olyat csinálni, és akkor levesszük. Na jó, csináljunk valami keményet. Tessék. Hát aztán ez most stamina visszatöltő lesz, HP töltő, stamina visszatöltő, movement speed növelő. Ennyi. Na nézzük. Ez nagyszerű lett, csak nem fogjuk tudni használni. Jó. Mert hogy az kb. Pazarlás. Nem. Kritelt. Na hát ezt is vészhelyzetben fogjuk csak használni. Na ilyeneket valószínűleg off-stream fogok amúgy megcsinálni, srácok. Elveszem tőletek azt az örömet, hogy kriteljen a cooking. Majd beszámolok róla, mit szóltok, az elég, nem? Képzeljétek, tegnap, amikor nyomtam a Zeldát off-stream, 8-szor is kritelt a cookingom. Ez így megfelel? Annyira keménynek hangzott, hogy 2 méterről hallottam, hogy a lányom véleményezte a pelusába. Na szép. Na szép. Egyet hílel. Azt mondja, hogy... Amúgy ebből többet kéne megfogni, mert ugye ez... Ez ilyen... alap. Igen, ba. Na, így van. Na, lassan amúgy most már megyünk tovább, csak akartam egy kevéske kaját csinálni. Ajaj, kritel a cookingom. Úristen, hát ez nagyon durva, nagyon durva. 2,5-szer jobb lett, akkor átkritelt. Remélem csak fél szemmel néztétek.
Na, utolsó. Na, mehetünk. Let's go! Megyünk, és mit tudom én, elérünk ide, és rektár is. Vagy elfúj minket a szél. Srácok. Jaha! Hogy nyomja ott? Szevasz, próbál. Idős srácok. Volt egy hosszú megbeszélésem, mire visszajövök, egy EUR rakpak. Raklappal a hátadon rohangálsz. Hát figyelj, kell a védelem. A védekezés fontos, Fumi Rossi. Amúgy szerintem már most, nem tudom legutóbb, nem tudom ki emlékszik, hogy előző héten hány koroxidet, mennyi koroxid volt nálam a Breath of the Wild-ba, de szerintem már most amúgy több van. Ez is kimaradt? Na tessék, Connor. Mert a jegyzetelés. Connor már csinál, már a második klipet csinálja, hogy ide vissza kell, gyere, Connor. Na, hogy haladtál a Darkest Dungeon-nál? Próbám. Sikerült egy jó csapatot összerakni, bevertem egy körben három lárboszt, Juni Kachira és a Chatter 2 boszt. Az komoly! Nice! Az nice, GG! Bármilyen próbálom tüzetesen átnézni ezt a területet. Biztos vagyok abban, srácok, hogy ez messze nem elég. Figyelj, mert Csúcsú Zseré beleugrott a vízbe és suicide lett. Hát gratulálunk neki. Próben. Az előző része volt, az előző rész sem volt semmi, de ez ezzel a craftolással nagyon kemény. Azt amúgy még csak két képességünk van meg. Ja, nyilván én is tök sokat szöszöltem, és látod, kimaradt jó pár dolog. Hát igen. Hát igen, ez ilyen. Az ilyen. Lepattant a raklap pajzsról a vízbe, és megfulladt. Szegény. Hát növeszteni kéne ezeket. Ott látok enemit, és szerintem amúgy erre kell mennünk. Oké, oké. Látjátok, amit látok? Össze lehet rakni egy csillét, és meg lehet tolni, hogy suhanás! Szóval itt csinálhatunk tüzet, tehát a tűz itt fontos, de mennyire fontos?
Csináljunk tüzet, mert a játék egyrészt erre utal. És lőjük őket meg. Teszünk rá egy kis csúcsú zselét. Plusz egy sebzés. Ezzel, hogy így mozog a kontroller, én... Hát halljátok, azt se látok. Az mi a manó? Red csúcsú zselé! Jó van. Jaj, mindent elégetünk itt. Ja, és meggyulladt a nyilvessző, és begyújtottuk a csúcsuzselét. Persze, most meg már el... Nem láttok, ugye? Hú, nem szeretik a tüzet. Nem szeretik a tüzet a fiúk. De ugye nem ide jössz. Mert ha ide jössz, én sosem jártam itt korábban. Azt tudod, hogy a motion szenzort ki lehet kapcsolni, én például nagyon hamar kikapcsoltam itt, és az Splatoonban. Én kikapcsoltam a Splatoonba. Itt, hát megmondom őszintén, nem állt rá még a kezem. Várjátok már, az magas fű. Szia, hello. Na hát, elégettük ott, srácok, a füvet. Meg tudjuk őt fújni. Jó, én maradok annál, hogy tűzzel meglőjük. Azt szerintem tök jó. Ezt begyújtottam magam alatt. Próbáljuk ki a hőkövetést. Wow! Hát ez meg se érezte. Na gyere! Itt most annyi jött, hogy ilyen anyagokat tudsz hozzáerősíteni a fegyveredhez, mint például én ezt a deszkát hozzáerősítettem.
utcával, Skindel. Meg ez is egy claymore amúgy itt a kezemben. Ez is egy claymore, azt van egy tüske a végén. Nem kell erre nézned. Szia, hello! Ott van még egy claymore. Ez ki volt? Na. Rusty Sword, és teszünk rá valami királyságot. De mit tegyünk rá? Fuse Attack Power 4. Fuse Attack Power 5. Na, ezt rátesszük. Tehát így lehet gyorsan kivenni, oké. Okay. Most már mindegy. Akkor a Rusty Swordnak most... Rusty Broadsword 10-es dam. De jó! Milyen király jól néz ki? Visszanő pont a fű. Szevasz Kinder, szevasztok srácok. Tehát ez nem egy WC pumpa. Ez nem egy WC pumpa. Fontos leszögezni, hogy ez nem egy WC pumpa. Ez egy kard, aminek a végére egy sült almát tettek. Köszönöm. Köszönöm. Akkor jó. Akkor jó. Opálos. Első ránézése szexuális segédeszköznek hatott, nem gondoltam, hogy kard almával. Hát ezt én sem gondoltam, hogy ez kard lesz almával. Hogy mondjam el nektek, amit szeretnék? Tehát én azt szeretném, hogy ez kerüljön rá a shieldemre. Jó, mert ezt nem pont így képzeltem el. Ezt nem pont így képzeltem el, de... Hát... ilyen is van. Tudjátok, mit nem próbáltunk még ki? Igen. Igen, igen, ezt nem próbáltuk ki.
Tehát egy ventilátor van a hátamon. Ha valaki esetleg nem értene, hogy mi történik. Micsoda! Unlimited power! Édes Istenem! Édes Istenem! Előveszem és elfújom az ellenséget, tehát konkrétan, na. Ez amúgy már megy így is, tehát önmagába. Nagyon jó. Nagyon jó. Na és akkor Connor mondott egy jó ötletet. Ez nagyon béna, ez nagyon béna. Úgyhogy leszedjük róla a cuccot, és... És akkor... Mehet a... A csílés... Csílés pajzs. Ha belülünk egy csílébe, mozgatja? Mindjárt megnézzük. Hát ez nagyon gagyi. Az előzőben csúszhattál a pajzson, itt nem lehet, és akkor kocsikázhatsz. Amúgy megyünk. Fun shield is badly damaged. Amúgy megyünk, csak nagyon lassan. Jól van? Discovery! Mining cave! Tudjátok, hogy hol fogunk kijönni? Alul. Nagyon kemények leszünk, csak mondom. Túlzás. Ezt ti is érzitek, hogy ez túlzás. Viszont ez ettől függetlenül még rosszul van rajta. Működik. Na a kérdés az, hogy ezt hogy kell beindítani? Csinálnom kell egy ilyet mondjuk? Most mi van? Tessék. Let's go! Édes Istenem! Ez kihagyta itt. Jaj, nem így. Nem így gondoltam. Ja, amúgy se tudtunk vele tovább jönni. Ez a káva különösen sötét. Van-e Blight Bloom szídünk? Hát ezek azok? Nagyon szép. Illuminál, nagyon jó. Hát szükséges ez a... Jó.
Vagy rá kell ütni, vagy lőni kell. Jó. Jó. Kérdés. Ez amúgy nagy mém, oké, okay, de nézzük meg, hogy rá tudjuk-e tenni? Nagyon fontos kérdés. Hát mondjuk ezt valószínűleg nem. De mondjuk innen. Ja, innen csak így kidobjuk. Most világítunk-e? Ez itt a kérdés. Szerintem nem. Na várjál. Akkor fogunk világítani, hogyha megcsapják. Tehát ez akkor fog világítani, hogyha megcsapják. Most még ugye nem világít. Mindegy. Mindegy. Igazából el is dobhatnám. Ezeket azt mondtátok. Szerintem mehet rá az égetés. Az az izé elszaladt, mert bénák voltunk. Zonai te! Wow! Na hát ilyennel még nem találkoztunk. És akkor most eltört a fegyverünk? Úgy néz ki, hogy igen. Ezt így meg tudjuk csinálni. Ennél nagyobb szikla volt. Ez mi lett amúgy? Rockhammer, az pedig boulder. Aha. Aha. I see. De ugyanolyan hatékony, úgyhogy tök jó. Ja? Nézd meg, én itt pazarlom a nyersanyagot. Nézd meg. Hallod, Link normális vagy?
Ez egy fontos nyersanyag, hogyha jó felül számolja. Hát a nyilak pazarlása, igen. Arról ne is beszéljünk. Nem vehetem el ezeket. Zonai kapszulák? Nem tudjuk ez micsoda. Hordozható zonai device. Bármikor le tudunk rakni három ventilátorost. Köszi. Az eszköz nem rakható vissza a kapszulába, úgyhogy óvatosan ne tegyük ki, azt mondja. Esetleg azt hitted volna, hogy nem tudod őket zsebre rakni, akkor de. Hát nagyon komoly. Ellopjuk itt a haver srác elől ezeket a lootokat. Forge construct. Processingolja a zonai ájtot. Nem ismerjük? Unique minerális. Hasznos materiál ez belőlem. Na muti. Oké. Okay. Zonai technológia, zonai charge-al működik. Kristályos töltések. Szóval ezek szerint ebből a mining materiálból, amit most szedtünk, újra lehet tölteni az energy cellünket. Okay. Okay. És akkor itt tudunk venni. Kérünk öt ilyet. Hát. Megvettük az összeset gyakorlatilag. És megveszük az összes ilyet. És lehet, hogy ez most pazarlás volt. Várjál, mi ez a jel? Forge construct. Okay. Tudjátok, mit kell csinálnunk? Picit később meglátod, hogy mire való az a kristalizált energy. Aha. Abba biztos voltam. Na, tehát ki kell vegyük? Ki kell vegyünk egy ilyet?
Amúgy nem kellett volna. Arrébb is hoz, mondjuk leszereltem volna arról, amivel jöttem. Rereben. Let's go! Let's go! Hogy nyomja? Ó, nagyon simán fölérünk. Az a kocka, az nem szimpatikus ott. Az a kocka, az ott nagyon nem szimpi. Na jó, beszéljünk. Beszéljünk Rauruval. Az helyzet itt is ugyanazt mondta, mint amit ott még a másik oldalom. Maker Construct. Device Dispenser. Olyan, hogy csináltam totalit, és meg akartam ütni a ventiket, hogy elinduljon, és akkor elcsebzett a fejbe, hogy az összes fát letörte. Az komoly. Tehát ezt csinálja nekünk, zonálj kapszulákat. Construct horn fogad el, illetve zonálj charge-ot. Úgy kell beledobni, mint egy cooking potba. Oké. Okay. Próbáljuk ki. Azt mondod, ide jövök, azt beledobom a zonal charge-ot. Hold. Put in. Flame Emitter. Flame Emitter. Jó a szörnyek ellen, azt mondja. Srácok. Én ezt kipróbálom. Tudom, hogy ti is akarjátok. Shit! Ja, és amúgy ez a magas fű, tehát mivel magas fűt gyújtattunk fel, tudunk repülni. I need to reach my friend. I need to reach my friendo. Akkor tudod, mit csinálunk. Ezt itt megfogjuk, áttesszük, aztán átvegyünk. Mi mindig a tutoriál zónában vagyunk, igenben. Ezt jól látod.
ez bizony jól látod. Na gyere haver. Megijesztettem. Ne haragudj. Igen, igen, megyünk a haverodhoz. Let's go! Na gyere! Uff. Nincs mit. Ez a shield valami kőkemény amúgy. Ez nagyon kemény. Előveszem a shieldet, azt leköpi őket tűzzel. És amúgy tényleg úgy működik a dolog, hogy hogy így megsütöttem a ládikót, és ami benne volt, az sült lett. Oké, tehát akkor ezzel a shield-el nem nyitunk. Nagyon fontos információ, shield-el nem nyitunk. Most nem mondjátok, hogy ti nem akartatok egy ilyen csillét. Hey! Hey! Sziasztok! Hello! Arra a kamporra húzom rá a korok magot. Szegény korokok. Jézus Atya Úristen! Fogod! Oké. Oké. Látom a problémát. Látom a problémát, és azt hiszem a megoldást is. Jó, ez majd jobb lesz, srácok, higgyétek el. Na. Nem probléma. Nem probléma, srácok. Egyáltalán nem probléma. Ha hosszabb, akkor nem lesz ilyen gond. Én ezt az elvet vallom. Na, hát... Igen, látom, látom. Nagyon jó, nagyon jó. Feleségem is szokott ilyet mondani, nem tudom mire gondol. Szerintem a nyugtára. Ha hosszabb a nyugta, az az a jó. Honor. Na. Csak
Csak vissza ne guruljon. Csak vissza ne guruljon. Most le kell mérnünk szemmel, hogy milyen hosszú az a lyuk. Jó. Szerintem még az is kelleni fog. Ja, amúgy oda tudjuk emelni, tehát megnézzük. Jó? Ezért lassan már a MÁV is be fog jelentkezni. Én csak egy kis vasutat akarok, hogy is fel tudjatok szállni. Na! Kérem szépen. Szerintem elég hosszú. Szerintem elég hosszú. Jajjaj. A HÁV fog bejelentkezni? A Hyrule állami vasutak? Nagyon fehéredik a képernyő. Go! Nyomod! 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 Hát ebben nincs elég erő. Nem az alkotás a rossz, hanem az erő kevés. Én azt mondom. Azt hittem nagyon csap. Na. Tehát. Tehát. Jaj, menj már innen. Na. Ez egy kicsit kókány megoldás lesz, de... effektív. Higgyétek el, effektív lesz. Figyelj már. Jó. Mondjuk nem tetszik, nem tetszik. Hát, jó. Fogjuk rá, hogy jó. Szerintem ezt mindenki így oldotta meg, ezt a problémát. Nem fogunk leesni a sínről? Álljátok, ezt közelebb kell tenni, ez veszélyes. Ez veszélyesnek tűnik. Jó, most a középsőt is arrébb kell rakni. De ez itt a gond. Aha, 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 jó. Na. Na most már akkor mehetünk tovább.
Mondtam én, hogy az erővel van gond. Jó. Let's go! Let's go! Berakta, megjöttünk. Júj! Menjél! Visszamegyünk! Gyorsan meg kell fogni! Saved, jelentem saved. Nem jó. Hova menekülsz? Látlak ám. Jó. Na. Szóval akkor ezt nem így kellett megoldani, azt mondjátok. Szia Kasperius. Ti ezt nem így oldottátok volna meg? Hát de ezt mindenki így oldotta meg, srácok. 10/10. Lehet, hogy egy kicsit túl gondoltam, de csak egy kicsit. Annyit elfogadok, hogy egy kicsit lehet, hogy túl gondoltam. Sokat beszélgetni Vin Diesel. Hát még gondolkodtam még azon, hogy mi lenne, hogyha ezzel a sok csillével helikoptereket rángatnék. Még ezen gondolkodtam, de Vin Diesel nem volt köze hozzá. Szóval hordozható pot. Oké. Ó, és akkor most itt vagyunk fönt. Ott azt kilútoltuk, és ennyi. Genshin Impact Zeldás, és nem fordítva gondolom, nem ismerem a többi Zeldát. A Genshin Impact nagyon sokat merített a Breath of the Wild-ból. Úgyhogy... igen. A Genshin Zeldás. És nem a Zelda Genshin-es. Hat lyuk. Na de vajon minek van 6 lyuka? Kérdezhetni a költő. Na az nagyon jó. És akkor még be kell nyomjak egyet. Hogy rácsapott a pocakjára. Hát ez zsír volt. Ez nagyon zsír volt. Igen. Device dispenser. Ja, le lehet ugrani. Csak mondom, le lehet ugrani. Ez mi? Elő kéne venni valami erősebb fegyvert. Discovery! Pit Cave! Spicy Pepper! Jó, nézzük mit akarsz. Ranger Konstruktor. Ne haragudj! A Havas hegység nagyon hideg. Tessék!
Tessék. Hét és fél perc. Arra kell... Aha, arra kell majd mennünk. De még nem. Ez nagyon fontos, hogy még nem. Erre kell tovább mennünk, de előtte... Hát egyrészt... Egyrészt lehet, hogy erre megyünk. De azt a barlangot mindenféleképpen át kell nézzük. Úristen, akkor a barlangba kell mennünk, mert ez nem néz ki jól itt. Vannak almák. Ó. Oh. Lopakodó üzemmód. Na nézzük. Easy 1v1 come at me. Jézus. Ja, hát ez csak ilyen kis izé. Hát önnön magát eldobálta. Milyen király musika van? Tessék! Ennyit még érsz. És hogy találjanak el itt repkedsz? Látszok az a helyzet, a HP-en nem nagyon... Hé! Jó, hát... Még egyet rálövünk. Jó lenne amúgy addig ellőni, na de várjál. Ez a gond most pont a hátán van. Aha. Az probléma. Na, amúgy ezt így meg tudjuk csinálni, csak... és a homingunk. De a homingot szerencsére könnyű farmolni azokból a denevérekből. Azt hiszem. És ha az meg lesz, akkor jujuj, akkor mehet a GG easy. Ja, és még nyíl is kell, meg szem is kell, így van. Ez egy nagyon jó meglátás, így van. Csupán ennyi dolog kell. Nem is vészes. Na. Cold resistance. Oké. Okay. Szevasz, Alien Killer, szevasztok, srácok. Ha tudod, hogy hova mész, akar 7 percbe... Ó, van még több, van még több. Van még több. Mármint ezen kívül is.
Wow, kritelt! Na. Let's go! Let's go! Na. Ott is van. Már is, ez már a farmoló tanfolyam? Kiderül mindjárt, hogy amúgy nem is erre. All to get ready. És akkor ki lehet választani. Szerintem onnan jöttünk, igen. Oda is fel kell mennünk. Ez meg... izé lesz. Korok. Azért gondoltam, mert pont legutóbb, amikor Breath of the Wild-oztunk, akkor hasonló izét kellett összeraknunk. És akkor is, hát mondjuk nyilván nem így, de akkor is korokat kaptunk, értem. Régi korok lényeg. Az én kis csíle komplexumom, vagy csíle cuccom. Te itt mi vagy? Gyanús vagy nekem. Hát ő is egy korok. Ő is egy korok volt. Hát még egy korok. Mert 11 korok. Tudod, mi van ezeknek a lényeknek az arcán? Korrok. Honnan? De honnan tudod, hogy nem csak egy darab orr? Aha. Ha? Soldier és a kapitány csak teszi a dolgát. Szerintem lehet velük valamit kezdeni, hogyha mondjuk itt megmászom ezt a helyet. Meg ahogy látom, ki is lehet őket kerülni.
de ki akarom őket kerülni? Ha ott náluk lehet főzni. De... You have returned. Jó, és most akar tudunk csinálni nagyon durva kaját. Zsóholc, köszi szépen az egy évet! Üdv újra itt köszönjük, és hát köszi szépen, hogy a Prime-odat te is. Én mindig rám használod el. Srácok, peregjenek a szvegek. Köszi szépen. Gammasztika, köszi szépen a 25-ös csírt, köszi a támogatásodat. Attól függ, hogy mi a szótő? Jaj, srácok. Oh my god, meg lehet a Totk preskitje mekkora, úristen, very big, de tényleg. Én még nem mertem ilyeneket nézni. Honor. Hát akkor lehet fájni fog, hogy se Zeldás switchet, se collectors, se a anyám kinyát nem vettem. Ő egy főni ott. Egy kapitány. Sziasztok, általában a vodot nézek, de most tudok lenni. Na, tök király. Tök király, Gammasztika. Örülök, hogy itt vagy. Ham. Neki meg ilyen fegyvere van. Na hát azt elhozzuk, mert az nagyon jó. Az nagyon jó. Melyiket kéne kidobnunk? Sort. Sortolnunk kéne. De csak type szerint tudunk. Pedig jót nyomok. Se baj. Kidobjuk...
Na, ezt a Stone Axe-ot. Az elsőben amúgy 600 korok mag volt. Hát akkor... akkor nagyon jól haladunk. Nagyon jól haladunk, mert 2% már megvan. 900? Na tessék. Bottom lesz káva. Úgy kéne tölteni. Csak 900. Bomb flower. Nem mixeljük tűzzel, se elektromossággal, kivéve, hogyha az a terv, hogy felrobbantunk dolgokat. Na basszus, itt van. Sos szikla. Sos. Skot. Mi ez a kis ládikó? Szevasz bána. Hali hali. Én kölcsön kaptam egyik kedves nézőtől. És... Úgy van most a lehetőségem nyomni. De sajna nekem se ért még ide. Még nekem se ért ide. Sajna. Megmondom, már te is nyomnád ezzelre. Nagyon zsír a game, nagyon zsír. Szia, arci barack! Nagyon zsír, neked is csak ezt tudom mondani. Állati ez a game. Meg kell öljük azt a kukacot. Kérdés az, hogy megnézzük-e ezt a bombás cuccot. Morcosnak tűnik. Szia, nyisd ki a szed. Aha, ott kidugja. Akkor kéne megküldeni. Szia, én itt se voltam. Vegyük úgy, hogy én itt se voltam. Szia. Nem nagyon fáj neki. Akkor te is tudod, milyen helyzet? Én már pénteken megvettem a boltba, azóta nem tudom, nem bírom letenni. Hát, értető, abszolút értető. Ó, a red csúcsú zselé. Na. Nyisd ki. Ez az. Na. És hogyha mondjuk... Jó.
Neki dobtam ezt a flamethrower-es cuccot. Bakker. Bakker. Jaj. Jaj. Hogy haladsz a korok gyűjtögetésekkel válna? Több kitűzött üzenet is lenne, azt mondod? Én nem vágom. Nagyon furán mennek ezek a kitűzött üzenetek az helyzetben. Szép volt, ment a Diablo 2 Resurrected Twitch, közben nyomom a Mephisto előtti részt. Egyszer csak feketeség monitor alsó alvó üzemmód, de a gép ment. De furam. Ez furam. Szóval kaptunk egy like-like stone-t. Elixirekhez jó cucc. És fel kell állítani a kincset. Egyre 30 lány körül járok és próbálom a szorít is vinni, akkor oxidul kb. 10-et találtam, de full random. Aha. Most sajnos, hát én meg gyakorlatilag még a játék elejénél vagyok. Ha ezzel a tendenciával haladok, akkor nagyon lassan élek a végére. Oké. Okay. Szóval, hogy még mindig a tutorial területen vagyunk. Opál volt itt a ládában. Blight Bloom Seed. Basszus, azt a flamethrowert, hogy eldobtam. Nagyon morcos vagyok magamra. Emiatt. Messze még a harmadik rész? Még akkor 6 év? 7? Ez a bombflower amúgy király volt. Csak nem használtam ki. Nem használtam ki. Következő zárdáig talán befejezed? Hát... Ahhoz nem úgy kellene bánnom a... ezzel a zárdával, ahogy az előzővel. Aha, aha. Bimboját. Ez nagyon jó. Így, hogy már tudtuk, hogy mit kell csinálni, milyen egyszerű voltam. Opálos. Hát ugyanolyan shield, mint az enyém, csak fára van rárakva, egy kicsit veszélyes, de ők tudják. És flame emitter. Thank you.
Te már a 30, ja mondjuk be, ott volt a hétvége. Ott volt a hétvége, amit még erre lehetett szánni. Meg még Szabit is kivettél, Lord Fairy? Itt a shrine. Fölöttünk lesz a shrine. Nem csak a hétvége, aha. Szegény, szegény fehér csúcsú. Hétvége meg home office. Ott harcoltunk lent. Ha és ott egy enemy fönt. Az gond. Az a gond, hogy ez is csak rock. Ez lesz a kemény, srácok. A new subscriber arrives. Gammasztika. Köszi szépen. Köszi szépen a támogatásodat. Peregjenek, srácok a szövegek. Üdv immáron hivatalosan is a feliratkozott vadászok között. Köszi szépen. Megnéztem, ez a legkedvesebb? Na, melyikek a kedvenceid? Egyébként... Szóval, hogy oda is lehetne menni. És ott még van egy híd is. Jó, egyelőre ide most nem megyünk le, de jó tudni. Jó tudni, hogy ide le lehet menni. És akkor megpróbálok most itt felmászni. Nem biztos, hogy ehhez lesz elég staminám. Sőt. Ja, de ez sima lesz, ez nagyon sima lesz, jól van. Köszi szépen a pergetés, srácok. Viszont, hogyha mögé akarok jaj, hát itt ketten is vannak. Ez így gond. Jaj. Hát így meg pláne gond. Basszus, ilyen precízen kell majd mászni. Polgányzés a Splatoon. Húha. Hát egyet el tudunk égetni, az biztos. A másik az meg kérdéses. Azt nézem amúgy, hogy nagyon jól bírjuk. Hello! Hello.
Na és akkor most meg kéne néznünk, hogy amúgy ezzel a cuccal mit lehet csinálni. Cold Resink az csökken nagyon. Úgyhogy tolunk be egy ilyen 12 percesat. Nem is sejtik, hogy itt vagyunk. Mindjárt el fog törni a shieldünk. Az probléma. Nem tudom benyomni sajnos, mert még tölt. Jó. Az nagyon nagy gond, mert pont eltört. De itt az utánpótlás. Gyere vissza, szétcsapkodnak a paprikás botommal! Nem amúgy a Witcher egyetlen, az új Star Wars is, csak azért nem nézem, mert én is pergete. Hát igen, az várató volt, hogy azt azok nézik, akik nem most tervezik játszani, vagy nem is tervezik nyomni. Aha. Ezt valahogy rá kéne jönnünk, hogy hogyan kéne üzembe helyezni. Ja, hát ez ennyi. Ez ennyi. Oké. Akkor... Nem ilyet akarunk, akkor már is alakítunk itt valamin. Biztos, hogy van itt egy fegyver, ami nem csak a bó, de lehet, hogy csak a bó lesz. Opálos. Hát most nagyon szomorú vagyok, ezt a flame emittert, ezt így nem szívesen hagyom itt. Ezt nem szívesen hagyom itt. Jó. Ó! Oké, okay. így most már szívesebben hagyom itt. Azt mondja, hogyha ezt kidobom, akkor már is nem fáj annyira a dolog. Ó, hogy ez egy olyan Stone Axe, ami egy Rusty Broadsword-ra van rárakva. Na várjál, akkor ezt leszedjük. És akkor rátesszük erre. Nagyon jó. Oké. Eltünk. Szóval oda lehetne le is menni.
itt pedig fel kell mennünk, hogy eljussunk a shrinehoz, viszont erre nem lehet, mert csúszik. Akkor meg kell keresnünk a felutat. Ami... ez is lehet. Akár még ugrálhatunk is. Nagyon jó. Lehet amúgy, hogy, sőt biztos, van másik megoldás, hogy ide feljussunk. Mindjárt bemegyünk. Ezt nem akartam. De... most már mindegy. Azokat a dobozokat használtam volna, hogy fel tudjunk menni, de nem baj. Még megoldható a dolog. Ezt levesszük. Ezt is levesszük. Nehogy véletlen. Szóval kell nekünk egy ilyen. Nagyszerű. Ezt ebbe az irányba próbáljuk kivágni, hogy le ne essen a fa. Hát nem a legstabilabb. És ezen felmegyünk szépen. Rendeltetésszerűen használtuk, srácok. Ez gyanús. Cold Resis Naci. Wow. 6 perc van, kiderül, hogy... de figyelj már. Olyan dolgokat lehet majd összerakni, ott meg majd lehet feljebb menni. Én azt mondom nektek, srácok, hogy először menjünk be. Menjünk be a shrine-ba, illetve nézzük meg majd utána, hogy merre lehetne itt még menni. Ez az utolsó shrine. Gutanbak shrine. A tutoriál terület látszólagos utolsó shrine-jához értünk el. Speedrun. Igen, speedrun. Hány óra tutoriál? Ja, hát ez, szerintem, ha valaki nyomja, egy óra, másfél is végig lehet menni. Szerintem. De ez úgy... most hány óránál tart? Most úgy tartunk 5-6 óránál, hogy... hogy amúgy próbálunk mindent felfedezni.
Most kapunk egy újabb képességet, így három lesz. Szóval van egy fuse-unk, van egy ultrahandünk, a recall-unk és az ascendünk még nincs meg, ami így nekem az érdekesebb képességek. Egyike. Ez melyik lesz? A szolid materiálokon lehet fölfele mocorogni. 58 perc a main story speedrun? Akkor 2-3 óra alatt végig lehet menni a tutoriálon. Bizonyos szituációkban nagyon jól jön. És ahhoz, hogy megszerezzük a blessinget, itt ezt kell használnunk. Az aszkendálást. Na, kíváncsi vagyok. Solid felület. Solid. Én elég solid vagyok. Ó, hogy ez így néz ki. Jesus. És így kikukucskál, és hát persze, exit. Fölnézünk először ide. Hát persze. Stone Axe. Jó, már kidobjuk a Rockhammert. Brutál ez a képesség, mi? Ma mi van? Fa íja volt egyébként. Brutál jó ez a game. Brutál jó. Az egyiket kidobjuk. Amúgy ez újdonság, hogy amikor veszek fel egy új tárgyat, akkor megkérdezi, hogy mi az, amit ki szeretnék esetleg dobni. Ez újdonság, nem? Legalábbis nekem az előző részben ez nem rémlik. Ja, látom már. Igen, régen inventory újra kinyit a láda volt. Aha. Akkor jól rémlik, hogy ezen változtattak.
Már remélem, hogy mindent felvettünk. A zonái. Etetjük itt ezt a kezet. May the light of blessing grant you the strength you seek. Visszaállítottuk, igen, a kéznek az erejét, de nyilván nem a teljeset, úgyhogy most már ki tudjuk nyitni az ajtót, a templom ajtaját. Azon egyelok, hogy... Azon a részen ott mi nem voltunk. Vagy de voltunk? Ott kezdődött a játék, onnan ugrottunk le, igaz? Így van, jó. A felső részen voltunk. Oké. És oda kell még elmennünk, mert azt a ládát, ami ott van, azt még nem nyitottuk ki. És ott van egy gólem, akit még nem öltünk meg. Amúgy csak át kéne mennünk oda megnézni, hogy le tudjuk-e tüzelni. Az a helyzet, hogy ennek weak pontja van. Elgondolkodtató, srác. Hogy ezt majd hogyan kéne megoldanunk. Ott tetszik a távolban az a valami. Oda tuti biztos, hogy fel kell mennünk, ahogy egyébként oda is. Tehát oda is, és oda is. Le tudunk mászni. Nézzük meg! Mert lehet, hogy oda be tudunk menni. Mondjuk valószínűleg a víz el fog minket sodorni, de azért megnézzük. Ha be se tudunk menni oda. Most... na... nagy valószínűséggel megszivatom magam. Az nagyon hideg volt neki, az gond. Már is nyomunk valami kaját. 3 HP-val a konsztrák, nem lesz könnyű? Hát, igen. De veszíteni nem veszítünk semmit. Max fegyvert. Most látom amúgy, hogy lejárt a cold resistünk,
Szóval ez a nadrág, amit szereztünk, ez fullos. Te lenni raid már mint a stream végén, átraidelni valami más csatornára? Ritkán szokott lenni. De a raid Shadow Legends-re gondolsz, akkor az meg nem. Ez nem szokott lenni. De gondolom inkább belőbbi nincsen utóbbira gondoltál. Másik csatorna. Á, ritkán szokott lenni. Aberus raid az lesz a héten. Igen, az lesz majd a héten. Ergetjük a óvas innen. Ott egy sárkány. Az a sárkány, az olyan, mint az egyik ilyen pókszerű mechanikált cucca a Breath of the Wild-ból? Mármint, hogy olyasmi, gondolom én. Nem a sárkány a főgóri. Azt szerintem csak egy durvább boss. Nem, ezek élő sárkányok, ezek az egyben is voltak. Oh, oké. Okay. Nem, abszolút, nem volt meg, hogy voltak ott is sárkányok. Már nem emlékeztem erre. Mennyire király már basszus ez a képesség. Ez nem lehet véletlen. Gyere csak ide. Hát szóval ennek semmi értelme nem lett. Így ebben a formában azt mondja, hogy adunk nekik, srácok, nem tudom amúgy, hogy hol van. Mert hogy nem is így kell, hanem így. Nem ilyen zonai charge kell neki? Lehet, hogy beszélnünk kell előtte a manussal. Ó,
Ó, karbantartja. Karbantartja, és azért nem működik? Ilyen nem már találkoztunk. Wingtype Zonai Device-ok. Ugye ezt el kéne még egyszer olvasnunk. Mert... Igen... Ja, és mit írtam ugye előtte, hogy mi kell ide? Horn, ha jól emlékszem, az egyik a horn. Zonai Charge. Holdra menj és úgy be lehet rakni. Akkor innen nem lehet ezek szerint. Hát jó. Ja, így működik. Azt hittem, hogy be lehet rakni ebből a gyors menüből. Ja, akkor teszünk bele többet. És én most a jackpotot szeretném. Jézus! Hát itt olyan is van, amit a winget például nem láttuk még. Hát ez jackpot volt amúgy tényleg. Hol mentettünk? Vajon a jackpot? A jackpot még megvolt? Jézusom! Most akkor speedrun, hogy elérjük a tutorial. Á, esélytelen. Esélytelen, Connor. Kukucs. Hol lehet skippálni az animációt? Ride the wind. Tehát ahhoz, hogy tovább szálljunk, tehát hogy egyensúlyoznunk kell magunkat a közepén a szárnak. Mehetünk akkor, mehetünk. Nem akar. Mukadj, mukadj. Hux.
Na jó, ezt kitaláljuk még, hogy hogy kell használni. De addig is megpróbálunk nem átesni most. Jó, nagyon közel rakjuk, és akkor így talán nem lesz gond. Jó. Ja. Jaj, ez a wing, ami mögöttünk van, csak még nem jöttem rá, hogy ezt hogy lenne érdemes használni. Jupp, azt mondja. Hopp, jupp, hopp, jupp. Wing nagyon adja a játék a winget. Azt van több is. Hogyha mestereljük a zonái, tehát hogyha megtanuljuk jól használni a zonái eszközöket, akkor a feladatunk sokkal könnyebb lesz. Köszi szépen, köszi szépen. Most mondhatnám, hogy ez nagy help volt, Tessa. Tessa, Mása. Hogy itt le kell csúszni. Azt hiszem hamarosan kiderül, hogy ezt hogy kell használni. Zakika, csak áradoznék. Áradoznék itt a gémről. Jaja, még mindig zsír. És próbáljuk megfejteni, hogy ezt hogy kell használni. Ezt a winget.
De simán lehet, hogy amúgy a sinán kéne lecsúsznunk. Most a jó, most a jó, ne hagyd abba. Na nézd meg. Let's go! Yeah! És akkor így lehet irányítani, hogy merre akarunk menni, gondolom én. Ennyire király már. Jesus. 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 Ennyire jó már, basszus. Megtaláltuk mindhárom Raurut, aki nézi a templomot. Ja, ez nagyon jól ki van találva. Ott volt valami bogár. A természet lágyölén, és jön Jántör, és valami metál szám. Ó. Oh. Nos igen, azt lehetne csinálni. Gyere csak. Ó, milyen érdekes. Mondom, tuti, hogy van itt valami. Az nem lehet, hogy nincs itt semmi. És hát persze, hogy van. Large zona ite. Na. Terv a következő. Begyújtjuk. Nem így képzeltem el, semmi gond. Látom, le lehetne ugrani a vízbe amúgy. A minimap alapján. De én ezzel akarok, hogyha lehet. Júj, az már nagyon sok. Júj! Szerintetek jó lesz?
Oké. Oké. Nem probléma, nem probléma, leugrunk a vízbe. Akkor leugrunk a vízbe. Let's go! Tökéletes volt, ugye? Na. Na tessék, három winget is szereztünk. Hüpp, azt mondta, hüpp. Jól van, srácok. Sokat pikerülek. Ki kedvetekért átmegyünk most itt. De nem szabad elfelejteni, hogy vár ránk egy boss. Vár ránk egy boss. Rossz gombot nyomok. Temple of Time. Bezárt ajtó. Szia, Kalács. Nyújtózkodtam az előbb, hogy idejött? Nem figyeltem, lehet nyújtózkodtam. El is ment. Nem simogattam meg, meg hozzá se értem. Köszi, gammasztikám. Szóval ez, amit az előbb itt megfogtunk, ez ott van Zelda nyakában is. Aki nagyon fontos. Temling. Ez volt az, amivel... amivel eltűnt Zelda.
Zelda így tűnt el. Horipad, wireless horipaddel nyomom. Recall. Tehát visszafordítja egy tárgy mozgását annyira, hogy oda megy, ahonnan jött. És ezt bármikor meg lehet állítani. Ja. Így tűnt el. És olyan megkaptuk, ezért biztos ez egy fontos képesség. Ja, látom. Nekünk valójában erre van szükség. Az idő templomában idő mahináló képességet ad Zelda. Bizony. Elég menő amúgy. Ez elég menő. Wow. Tök király. Persze még bőven nem használtuk amúgy ki ezt a képességet, de amúgy van benne potenciál. Úgy néz ki, hogy ehhez több HP kell. Nem vagyok elég erős ahhoz, hogy ezt kinyissam. De van még egy shrine a szigeten, ahol megkaphatok még egy áldást. És hogyha ez sikerül, akkor ugye elhasználhatjuk az áldásokat. Mutasd a fűrépadodat. A fűrépad most már engedi, hogy elmenjek oda, ahova akarok, és a blue markra kell. Ez följebb van, ez a játék legelején van szerintem. Igen, ez a játék legelején van. És oda föl lehetne menni. Nem tudjuk lehúzni. Forgatni se tudjuk.
Ja, nagyon keménybe vagyunk Jodájnál. Na jó, innen folytatjuk majd legközelebb, srácok. Ha tehát meg lehet mászni, ez fontos. Jaj, édes jó Istenem. Szóval, hát nekem a kontrollerek közül, amik vannak, én a Horipad Plus tudom amúgy javasolni. Ennek nagyon jó a fogása, csak hát ez vezetékes. És nem akarok itt ilyen sok kábellel mozogni, de amúgy ez fogásra, meg minőségre szerintem nagyon ott van. Nekem nagyon fura volt az alap switchnek a kontrollerjét belerakni abba a kontroller dokkolóba. Az nekem nagyon fura volt, és amit most használok, ez a wireless Horipad, ez pedig kényelmes kontroller. Csak olyan teszkós érzete van, vagy hogy mondjam, mert olyan üres, vagy olyan könnyű, nem tudom. Jaja, 5-kor már vége szokott lenni. Map. Ja, hogy így lehet megnyitni a mappet? Jó, innen fogjuk folytatni. Innen folytatjuk majd, srácok. Mert itt most még el lehetne szórakázni, hogy oda feljussunk. Meg kell állítani, törgetni kell, ide kell menni, oda kell menni. Ezt meg fogjuk tudni csinálni. Viszont ez most már nagyon így a stream idején kívül van. Nekem meglepően kényelmes az alap is. Hát mihez szokik hozzá az ember? Én az vagyok, aki első kontrollereként DualShock 4-et fogott így hosszabb időn keresztül a kezébe. A DualShock 4 nagyon kényelmes volt, aztán ahhoz képest a Switch kontrollere az abba a kis tartóban nagyon nem volt jó, szokatlan volt, inkább úgy mondom, és hát én ehhez vagyok szokva, az ilyenfajta kontrollere. Amit így megfogom, aztán nyomom. A PS1 Joyhoz vagy szokva? Most meg szoktatom magam a DualShockhoz. De ez az én kezemben nagyon nagy. A Horipad meg a Pro Controller az nem ugyanaz. Szerintem nem. Az a helyzet. Szerintem nem ugyanaz. Nem ugyanaz. Nem. Nem. Úgyhogy nem tudom, milyen lehet a Nintendo Switch Pro Controller, de valószínűleg amúgy vezeték nélkül. Valószínűleg amúgy ez lenne király. De nem tudom, amúgy nem próbáltam még. De ránézésre amúgy hasonlít ez a Horipad-es. Most nézem amúgy, persze, hogy könnyű, mert ez is így átlátszik. Na jól van, srácok. Megcsináltunk még egy shrine-t. És megkaptuk az aszkendálást, meg megkaptuk most Zeldától a Recall-t is. És a tutoriál terület utolsó shrine-ja vár ránk. Itt tartunk jelenleg a játékban.
Amennyire csak tudtam, ezt a tutoriál területet átnéztem. Hát ott van még egy boss, úgyhogy azt lehet, hogy be is kéne jelölni. És akkor oda visszamehetünk majd hozzá. Nagyon klassz ez a game még mindig. Itt hagytuk amúgy abba. Az első streamnél, az első Tears of the Kingdom streamnél, és onnan mentünk át a fagyos területre. Onnan pedig repültünk egy szépet erre a kis szigetre, és a Temple of Time-ba kaptuk meg az új képességet, és onnan pedig ide fast travel-öztünk. A Room of Awakening-be. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek az eldázás. Én nagyon, de nagyon élveztem. Remélem, hogy ti is. És folytatjuk még a héten. Még nem tudom, hogy mikor, mert a héten még akarok játszani a LEGO 2K Drive-val, viszont annak az időpontja az számomra kérdőjeles. De ez az eldázás, ez baromi jó volt. Ezt baromira élveztem. Tudnék még ömlengni, de nem akarok.